és vissza is tértünk az élete CMTN nekem 6. brandéknek 5. részével, amelyben itt van velem Brooks Martinez alias Brandy, sziasztok! Oké, ez jó, hogy nem beszéltük meg, hogy ez így lesz. Na, amiben itt vagyunk egy helyen, ahol nem mutatom meg, hogy hol. Én igen. Mondjuk úgy is látjátok, itt. F3-at megnyomjuk, vagy inkább ne. Hát inkább nem nyomom most meg, mert... Akkor gyerünk Dédire. Mit szólsz? Ez hallatszódott. Mi? Oké, akkor nem. Majd az enyémből kivágom, hogyha igen. Nem mondod, hogy pusztán egyet. Jó. Én nem vágom ki minden esetre. A brandiák vettem a kocsijára spoilert. Aha, persze, te vettél, mikor nincs is pénzed. Jó, ezt mit? Kimondja, kimondja. Kimondja, nem nekem van 100 000. Hát nem is nekem, nekem csak több van. Igen, mennyi van. Nézzel meg videóba az egy elegedet. Na nézzétek, kápiba csak ennyi van, látjátok, hát azért én nem... Ezért én nem szarra kurigázok, és akkor így oda... Minusza vagy? Nem, 10 forint van. Konkrétan 10 forint. Na látod, nálam több. Jó van. Meg is én majd is egy Sony Vegasba egy pár nullát még oda bittyeztek. Ja, tényleg, hogy átírjuk Sonyba. 60 milliárd. Így kávéba, és a bankba 500 milliárd. Itt a Seaburger. Most nem tudom, hogy Brandy ide miért jött be, de amúgy ott a Spencer RT. Ja, fúj. Amúgy mit akarunk ebbe a videóba csinálni? Nem tudom, csak meg kéne új rész, mert rég volt. Hát, főleg nekem. Már dislike-oltak a videót emiatt. Nem. Nézd csak, ki van ott. Nyilván, hol? 10 forintért tankolják. Vajja. Menjünk oda. Szóljunk már neki, hogy vidi van. Merre? Nagyon menő. De of course, tuti nincs itt. Nem baj, majd mikor visszajön, akkor meglepetés. Igen, ez szokásos Brandy. Hát én így vezetek, bocsánat. Már mint a hangra mondtam. Ja. Kell egy kis hangulat, tehát egy érezzek, hogy pörög a motor. Mert amúgy nem lehet látni. Nem, csak hallani. Amúgy eddig azért nem volt videó, mert Brandy különböző okok miatt nem tudott feljönni, Patrik meg most különböző okok. Ugye? Igen. Patrik most éppen költözködik. Ezt ezek itt kiszabad gondolom videóba mondani, hanem akkor meg... Én nem akartam kimondani épp ezért. Hát, most miért? Múltkor is volt, amikor költözködött. De jó neki. Patrik most Pestre fog utazni, ahogy nem. Igen, de és azt beszéltük meg vele, hogy a Hősök terén vasárnap reggel 8-tól este 8-ig kint fog állni, és autogramokat fog osztogatni. Igen, ott fogunk csövezni mind a ketten. Ti is ott lesztek? Igen. Mert te is ott leszel? Igen, megyünk a Polszkival. Majd múltkor mentünk volna ezzel Polszkival, csak generátor nem volt jó, meghúzott, csörgött egy kicsit a motor. Azt ezzel megyünk, ugye most tuning fogva van rajta, azt ezzel szöngyítesem, hogy olyan hangja van, mint valami NASCAR autónak. Hallod? Ha? És ez a videó nézőket mindenkit érdekel. Jó, hogy most jutott eszembe, ezt gondolom megosztom veled. Jajó. Hoppá. Akkor kacsa admin szolgálatba lépett, aki valamit csinált nekünk, és mi örültünk neki. Seat Cupra, az milyen? Na most hova megyünk? Nem tudom, hova akarunk. Kocsikázunk. Mutassuk be nekik, elest. Milyen szép. Jaj, várjál már. És be off call, mindjárt, figyeljétek. Hát beállítom a izéket, mert nincs meg, mint a... Nekem be van rakva, úgy kezdtem. Berakom ezt is. Ez a kocsi 14,5 millióból lett vásárolva. Oh. Ja, én addig itt rá fogok közelíteni a mobilomra és flapizek a nézőimnek. Örülj neki. Mi? Örülj neki.
Ú, de jó parkoló. Copyrightos lesz. Mi? Prüttyögés. Egyen. Na, hogyha most meg tudom dönteni a rekordomat, ami 21. Igen. Itt amúgy meg 183. Elmenjünk akkor izé a... Simatelon. Séfethez. A séfethez. Raktáradhoz. Nem tudom. De az a te neveden van az a raktár. Ja, hogy ahhoz? Igen. Ahhoz menjünk. A Travid. A Travidhoz. Senki se tudhatja meg, hogy olyan van. És meg fogom dönteni a rekordot? Amúgy Brent zsargoltál nálam egy kicsit. Mert, 23. Látjátok, adtátok az erőt, és nekem 12, és sikerült megcsinálnom. És 27, new best! Ez az. Ugyanó. Aki nem értené, az nézze meg a régebbi videókat. És hogy az a kocsimnak az orra? Mert mindjárt leszedem róla a lökállítót. Készítettem rólad egy képet. Ügyes vagy. Jegyzetekben az van, hogy outsider. Azt nem tudom, hogy miért. Ugyan mi lehet az? Mi? Ugyan mi lehet az? Meg is írom a következő bejelentő videón forgatókönyvét addig. Jó. Hát hellosz, hogy ezt a képfeje vagyok. A többit majd folytatjuk. Hey, Cica, mit csinálsz? Jaj, tolja a kocsiját. Íííí, bazd, megjött a minusz. Addig eljutottam, na hello, sziasztok, én Gamefire vagyok, és ez most egy bejelentő videó lenne. Nem bejelentő videó. Nem tudom, de itt van pár kocsi. Ott egy póni, te hova mész? Próbálom a fűbe. Jobban tapad. Jó lett ez az új gumi. Egyes gumi van rajta, és tök jó most így. Többet nem is akarok mondjuk rárakni. Tényi. Most és most pont van akkor a szerencsénk, hogy fent van a gyerek, akié. Szerintem nincs. Azt figyeljétek. Per P 81 10 és kicsit lagbolok. Nem. Azok hol mennek? Hoppá. Az Venomos volt, hallottad? Nem. A játék, a kiválasztott játék, hogy túl messze van tőled. Itt ül mellettem. Hát de most vezetek, most túl messze vagyok ahhoz, hogy el tudjam fogadni a pénzt. Gondolatban már ott vagy az úti célnál, mi? Igen. Persze. Addig én folytatom a forgatókönyvet. Imádom ezt a dodge-ot. Amúgy Brandéknek egy feliratkozó kell a 300-hoz, és az minél előbb legyen meg, mert Patrik azt mondta állítólag, hogy akkor megcsinálja a Ghost Chili kihívást. Az nem biztos, inkább a tejet. Inkább a 3 liter tejet. És ez lehet, hogy úgy lesz megvalósítva, hogy én bent leszek videóhívásba. Nem, úgy nem lesz, majd csak lehet a végén nézed meg. De szerintem úgy fogjuk, hogy ez, hogy megvesszük a 3 litert, aztán Simpsonnál kipattalunk hátulra a holti számelni, és akkor majd ott. Amúgy-e jó? Amúgy-e. Ez miatt azt hittem rendőr mögöttünk, jó? Igen, lehet, hogy ha hétvégén megcsináljátok, akkor lehet, hogy lepattanok. Lejöhetne, jó lenne. Egy napra. A kettőre is akár. Majd alszok a izé. Simpsonon. Brandi, ugye te nem veszed, hogy én milyen vagyok akkor, mikor nem videózunk? Mit? Azt ugye nem vetted, hogy én milyen vagyok akkor, amikor nem videózunk? Most? Ne, hát nem, általában ugye nem vetted. Hát az előbb volt egy olyan kis jelenetke, amikor éppen énekeltél, azt hiszem. De azt belerakom az elején, ezt tudni.
Ja, azt hiszem énekelt. Na, tehát amúgy ezzel csak azt akartam kihozni, tehát hogy amikor nem videózunk, akkor ne tudjátok meg, hogy én milyen vagyok. És Brandivel beszélgetek, vagy esetleg Patrikkal. Ja, amúgy bekerültek az új benzinkutak. Ez már volt az előző részben is, de igen. De nálam nem volt, jó? Az én nézőimet most miért bántod meg ezzel? Jó, bocs. Nem értelek. Mi igen. Mindig ott afkó. És ezek már ugye rabolható, tehát bandásoknak. És mi sajnos nem rabolhatjuk ki őket. De majd lehet. Hát Lada eladó. De faszos skinje van. Jaj, gyad mi. Használtad a perkészet? Használtad a... Ó, oh, ott valami baj lesz. Figyelj, mindjárt kitiltás. Na, akkor figyeljetek, most a chatre közelítek. Jó, ide a map felé. Jó? Miért? Majd. Miért? Hát, hogy el tudják olvasni. Na, aki mondjuk telefonon nézi, az is el tudja olvasni. Engem telefonon is néznek, én ilyen híres vagyok. Tényleg? Kicsit el vagyok szállva magamtól. Sziasztok! Színezett volt a lámpátok, és nem volt rá engedélyetek. Tőlem kell kérni. Amúgy nem. Azt a kurva. Szóval jókatot megcsinálhatnák elég nyugodtan. Amúgy szerintem ez Brandéknek se ártana, hogy írjatok kommentben olyanokat, amiket érdemes lenne nekünk csinálni ezekbe a videókba. A garázs nem lehet feltörni, ugye? Nem. Hát akkor megmutatjuk Patinnek a garázsát. Mert jelenleg mi nem tudunk semmi olyasmi dolgot csinálni, mert... Vagy csinál, adnátok ilyen küldetéseket, mit tudom. Ja, mondjuk, hogy... Éljetek el esebb 5 perc alatt, vagy... Fordítsatok ilyen rendőt, és aztán tűnjetek el a picsába, ami valami ilyesmi. De ilyeneket nyugodtan láthattok, és akkor... Én vagy Brandy, én meg Brandy, vagy... Csak én, vagy inkább csak Brandy. Megcsináljuk ezeket. Jó van zárva. Nagyon szívesen. Kipróbáljuk a lagunát, mennyire megy. Ne, hagyj, nyisd ki, nyisd ki. Biztos meg akarom mutatni nekik? Nézzétek, milyen szép csomagtartója van, ezt FP-be is megmutatom. Amúgy csak ennyit akartam mutatni. Én megmutatom nekik. Igen? Vagy ne? Na? Kiderüljön a következő részt? De amúgy van egy kis tuckom. Ott ilyen szépen elrendezted? Aha, miért tetszik? Aha, tök jó. Ez mi ez a sok golyó? Az az 1500, csak szétszettem 300-300-ba. Oké. Okay, engedj, hogy nézzek bele én is. Oké, és itt az enyém. Tessék. Na, tehát itt van. Ott van egy kis alapanyag. Maradj gomba fejedre. Itt van Brandynek egy AK-hoz cuccok. Itt van a... Ebből kettő volt az enyém, meg egy AK, meg a vadászpuska is az enyém. Ez a, mind az összes történet az enyém. Ez a Colt itt az enyém, ez a Shotty, meg ez a... Colt, ez Brandy. Tehát ilyen szépen be van rendezve. De nem tudjátok, hogy nekünk ilyen is van. Na, ez itt jó ócakeverés. Nem, az MG. MG, bocs. Jó van. Hogy engedhettek fel téged a szerverre. Júj, ma volt egy akkora nagy tévedés, tehát azt képzeljétek el, hogy én meg Brandy, így nyírjuk a füvet, ugye fűnyíró meló, mert unatkoztunk, és akkor nem volt azunk kedvünk, hogy izé, hogy focsikázunk most, az mi is izé, kinek van kedve, mondjuk jó nekünk is van, de most akkor nem volt. Felvettük a fűnyíró melót, az keresi a legkevesebbet, de jó lesz az. Nyírjuk egy ideje már a füvet. Mese sztori. Na, nyírjuk már egy ideje a füvet. Oda jön két új ember. Csávóka. Kisfiú. És így, csak így sehonnan előveszik a Coltot. Ugye csak ez a, az általános permi van, tehát hogy permi előveszi a fegyverét Colt 45. Nem, az csak annyi, hogy egy jobblikkel elkötted. Hát igen, ez a CMTA, ez az általános, én mindig nevelem. És csak ennyi volt, és akkor így... Az még a jobb, de neked nem, nem volt olyan, hogy a kék, kékes színű. Jó, jó, mesélj csak akkor. Jó. Én így füvet nyírok, hallgattam a zenét, igen. Egyszer csak lőnek egyet. Egyik kerekem elszállt. Lőnek még egyet, még egy kerekem elszállt. Lőttek még egyet, három kerekem elszállt már, és akkor
ezután következett a legviccesebb sztori. Brandy odahívta Alfot. Vagy jó, hogy Alf így az egyiket így becsélezi 180 percre. Ízé, mert ugye lövöldözött, a másik gyerek meg lelépett. Alf, na ez egy félreértés nyerség, én nem Alfot akarom most ízélni, csak hogy ilyen is megtörtént velünk, hogy az volt, hogy én megkaptam 80 percet, non-RP, ez volt az indok. Csak hogy ráírtam Alfra, hogy ezt most miért kaptam, mit csináltam. Mert írtam neki, de amúgy itt lesz egy, van egy kép, tehát lehet, hogy azt is, azt be fogom vágni. Nem tisztán emlékszem, és hát nem szó szerint fogom most elmondani, de azt mondta neki, azt mondtam még neki, hogy volt egy másik... Az az ajtó hogy tört össze? Azt nem tudom. Lagoltál. Erre mondtam Brandy, mondtam Alfnak, hogy volt még egy másik csávó, hogy volt egy másik csávó, az pedig izé Brooksot lőtte. De azt nem mondtad, hogy mit csinált a csávó, megfogta, megállt előttem. És csak így nyugodtan így elővette egy M4-et, de csak így zsebből úgy, mint a koltat. Ja, és elkezdett lőni. Ez így jó volt. Nem akarunk neveket mondani, szerintem, hogyha nézik a videót, úgyis magukra ismernek. És akkor így... És akkor így meg voltam lepődve, azt mondta, hogy Colt volt a kezembe. Mondom, nálam alapból nincs is Colt. Jó, ezután kivett, és akkor így azt mondja, hogy tévedés volt. Mondom, jól van. Hát tehát, hogy azért ilyen is megtörtént még ma, a mai napon velünk, tehát, hogy a fűnyíró meló a másikat nem meséljük el? Elkezdenek ránk lövöldözni. De volt egy másik lövöldözés sztori is. Azt nem tudom, melyikre gondolsz, ezt te. Tudod, a autókereskedésnél. Ja, igen. De azt nem meséld el, nem meséld el. Azt inkább nem mesélem el. Annyi volt a lényeg, autókereskedésnél megölt engem egy gyerek, ok nélkül ott álltam, lelőtt. Jó. De jó, az elején az az volt, hogy azért mentem, azt egy ilyen fekvőrendőn elősítettem, hogy ne zúzza szarra a kocsimat. Azt erre egy oppá bacsi. Ja jó. És hogy... egy is volt. Ja, hogy belém jött, és akkor azt mondja, fizetett ki. Mondom, biztos, hogy nem. Azt mondja, jó, és akkor így kiszállt, elővett a koltot. Akkor már elmesélem. Azt így azért, és kiszálltam. Na, mondom, gyere, elővettem, és a koltot a kurványa. Elkezdtem lőni. És akkor csata én pedig volt, kis DM-t. Semmi MG nem volt, én pont arra jártam, mert jöttem a D-Leaf-hez. Kurva! Asztal, nem adtam elsőbséget. Gratulálok! Mindegy, Istenem, akartam menni. Na igen, és akkor úgy jöttem, már nem tudom, hogy hova éppen, és akkor így ott így megállok, mert látom, hogy Brandy meghalt, így elkezdek vele RP-zni, hívtam neki mentőket. Megnyomom az Enter-t, a per call 104-je, Enter, kapom a headit. Tehát úgy, hogy jó? Én nem is vagyok benne. Kurva élet. Igen. Ezt így túléltem. Jó, kórháznál vagyok. Nagyon jó, minden újraéltem. És akkor így ott állok egy picit még, mert nem tudom, hogy mi volt. És akkor ott egy kicsikét álltam, mert jön. Egy-két Rem, percet bártam, max, annyit álltam. Nem ott, ja igen, rendre vártam, vagy két percet álltam ott, kapom a headit. Kapom a headit ott a kórház előtt. Előzzé. Jó, szólok adminnak. Az szép. Ez úgy jött jó. És akkor szerintem ne ide állj, hanem a belső térbe próbálj meg. A fedett részbe. De jó, szólok adminnak. Annyit látok. Szóval oda jön facsa. Rendőrbáci! Rendőrbáci! Jó, igen, odajön kacsa, és akkor csak annyit látok, OC írja. Vagyis hát nem, hanem itt tudjátok, ez a kik meg a kitiltás parancs. Kitiltás, gyerek neve, és indok... Jó, igen, tényleg kibaszták. És akkor indok forgalmas helyen való ölés. Nézd meg, ki van ott, Dani. Hogy köszönjek neki? Dani, kám. Daniel. Nem jön egy szerelő? Úgy, véletlen. Tehát így... 280 millió. És elhúz, nem köszön. Ennyi, ennyi. Szerelő vagy? Ja, Jason. Ja, jó, semmi. Csákány. Jó? Mindegy. G. Igazából ennyi történt velünk ma délután.
És hogy láthatjátok, már 4 óra van, az menő. Inkább ide állok. Money. Na, mi van? Laggol szerintem egy picikét. Mi van itt? A spoilered egy kicsit elfeldült. Nem. Csak a nyarba, tudod, egy kicsit a szél levitte. Jó, hogy csak el van fordítva a kamerám, nem? Ja, igen. Úgy áll, hogy el van döltve. Lehet, hogyha így nézzük, akkor olyan, mint egyenes lenne. Persze. Így kell nézni. Ha majd így befordítjuk úgy a kamerát, nem? Ja. Vagy így. Még egy kicsit vissza is értünk! Amúgy ennek az újraindításnak is vicces volt a sztória, mert megkérdezem Brandit, mikor indítjuk? Most! 3-2-1! Brandi? Hm? Nézd, milyen szép kocsik állnak ott, főleg az a fehér. Mm-hmm. Nincs kedved egyet venni nekem? Kedvem lenne, csak hogy nincs pénzem. És nekem vennél, tényleg? Nem, magamnak aztán lehet, hogy nem ikonra. De nem biztos. Dudálj ma oda egyet! Hallod? Súgy. Ezután csinálunk arról a videót, tudod? Miről? Tudod, ilyen... És ez nem ilyen életrész, hanem csak ilyen... Nekik ilyen kis meglepi. Ilyen mellékvideó? De miről? Nem tudom, most így értem. Videóba kimondhatom? Ne. Oké. Okay. Nem mondjad, nekem mindegy. Végülis úgyis megtudják, biztos benne vagy. Találgassál már azért, 3-at találhatsz, na. Frakiról? Nem. Nem? Az meg. Nem? Na, még 2 találgat. Tudod, már terveztük ma, és meg is akartuk valósítani, csak neked... Ja, mit mondtál, hogy sebbe baszhatom ezt? Nem! Akkor jó. Hát azt mondtad, hogy ha azt felvennénk, akkor biztos sebbe basznak. Nem arról. Akkor miről? Nem tudom. Itt a telefonpénztárca, pakolja kifele! Ja, rablást? Aha. Hát de akkor annak meg külön részt is szentelhetnék. Így összevágdosni a rablásokat, de hát hogy mondjam, ahhoz kéne kocsi is. Neki kérdet meg kéne javítani. Na, megpukolnak teljesen. Fönn vagy teljesen? Ez jó. Na, jó, úgyis halk most ezt nem nagyon halljátok. Biztos, hogy Adam Harvey szórakozik, tudod? Uh-huh. Ő szokott mindig pókolgatni. Pók. A fej a derekem, geci. Nekem is. Kemény a szék. Jött össze? Mindössze? Ne. Megyünk esetben egy kis retrónak. Vagy, hogy menjem vissza a múltba. Jó, én ezt este fogom oda rakni, renderelni. Lehet én is. Addig is vágjunk itt egyet. Jó van. Puty. Itt is vagyunk. Ja jó, én nem vettem. Na, most már én is veszem, itt vagyunk. A telefonom csörög. Szia Ádám, innen is üdvözöllek a videóból. És majd a következőben reméljük, hogy benne lehet. Bocsi, hogy nem szóltunk, csak nem tudtuk, hogy fent vagy. Szóval remélem, hogy ez most nem bánt meg. Hol vagyunk egyen arra? Az kukák közt. Egyen a market van menni. Nem, jó. Ott van. Beférek ezzel a dalátra szerinted? Nézzük meg. Nem. Fél, hogyha a Lada befért, ezzel is befért. Ezzel nem állom, itt vagyunk itt. Befért. Jó, nem állom, meg is. Ott itt parkolt a CLK valamelyik videóban, ami már lekerült a YouTube-ról. De volt egy másik CLK, és mi a faszom volt ez? Itt vagyok bent a szobába. Bemegyek a szobádba. Hoppá, azt a képet nem mutatjuk, mert a YouTube-on az izé. Ez nem csinál vele semmit se. Tudom, Patriknak a szobája, itt az étkező, itt az nem tudom mi, és itt az én szobám. Igen. Hopp, bocsi.
Na, én itt is vagyok. Megjavult a verrem? Igen. Visszajöttem a tornáztető. Ja, hát. Én meg itt fekszek az ágyadba. Gyere ki, menjünk. Elcsúszik a padlón, Bernát. Cső. Szia, várjál, beugrok a kocsidba. Oké, és hogy? De rég voltam már erre. Amúgy tudtátok, hogy még V1-be Brandiekkel majdnem szomszédunk voltunk? Mutasd meg a garázsomat. Megyek. Amivel az enyém volt. Ugye Brandiek itt laktak, az én garázsom pedig... Mert ezt szomszédnak hívják szerintem. Itt az volt. Itt volt-e? Ez volt, ugye? Aha. És itt voltunk a tuning műhelyre, olyan jó volt. Tuningolni volt kedvünk, csak kiálltunk, az kész. Megütöd? Bazd meg, van nála! Kurva anyád! Kurva anyád! Atyám, van nála biliárdákó. Ez követ. Bassza meg, elviszük el esbe? Visszament. Mit csinálom? Ilyenkor a gyereknek sikertelen a questje, mert kijött arról a területről. Igen? Aha. Tényleg. Menj egy picikét, menj még. Erre megfordulok, és akkor úgy. Szerintem egy kicsit told meg. És írd a Skype-on, beszarok, hallod? Biztos elmondom. Ádám, mondtam, hogy üdvözöllek, jó? Hagyjál a végét! Haza! Ez itt még mindig izé? Kifagytam! De jó. Hol egy vágás? Na vissza is tértünk, csak én kikresseltem. Nevezetesen Ádám miatt, aki most itt van velünk Skype-on. És nem köszön, mert parasz, csak őrzik. És szerintem annyi lett volna ez a videó, és nem sziasztok! Jó, akkor sziasztok! Sziasztok!